Magyarország és a Visztulai csoda. Magyar segítség a lengyel-bolsevik háborúban címmel nyílt kiállítás Budapesten a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. Kovács Vilmos ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka köszöntőjében hangsúlyozta, 1920. augusztusában Magyarország olyan helyzetben nyújtott segítséget a lengyeleknek, amikor még nagyon frissek voltak a trianoni országcsonkítás okozta sebek. Erre pedig különösen büszkének kell lennünk. A Visztulai csoda a világ sorsát döntően meghatározó 10 összecsapás közé tartozik, ahol a magyar és a lengyel nép sorsa ismét összefonódott, jelentette ki Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára miniszterhelyettes, aki történelmi visszatekintőjében felidézte a bolsevik-szovjet-orosz agresszióval szembeszálló fiatal lengyel állam élethalál harcát. Az első világháborúban a vesztesek oldalára került, belpolitikai válságba sodort, majd bolsevik terrort elszenvedni kényszerült, idegen megszállás alá kerülő, területileg, emberileg megcsonkított, gazdaságilag kifosztott és katonailag tönkretett Magyarországnak becsületbeli ügyé vált lengyel barátaink szabadságharcának megsegítése. A miniszterhelyettes hozzátette, a magyar kormány által biztosított lőszer és fegyverszállítmánynak köszönhetően a lengyel hadsereg sikerrel fordította meg a háború menetét. A keresztény Lengyelország testvéri magyar segítséggel újra megteremtette államiságát, megvédte nemzeti önállóságát, és negyed századra megakadályozta Európa bolsevik megszállását. Ma is mindent megteszünk határaink, keresztény értékeink, nemzeti szuverenitásunk megvédéséért. Csak így lehet egy ezer éves nemzet hű önmagához és Európához. Nekünk, magyaroknak és lengyel barátainknak is közös célunk, hogy kereszténységünket megbecsülve, egymást tisztelve, egymással szorosan együttműködve, szabad nemzetekként éljünk itt, Európában. A magyar nemzet az egyetlen olyan nemzet, amelyre minden pillanatban számíthatunk. Emelte ki beszédében Jerzy Snopek, a Lengyel Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, aki hozzátette, a csata azért is volt történelmi jelentőségű, mert megállította a bolsevizmus, a kommunizmus offenzíváját. A rendezvény folytatásaként a résztvevők a Csepeli Szent Imre téren annál a lengyel-magyar emléktáblánál is elhelyezték a megemlékezés koszorúit, amelyet az 1920-as események emlékére 2012-ben avatott fel a lengyel és a magyar köztársasági elnök.